Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai átadó ünnepségünkön, ami egy igazán káprázatos és egy nagyszerű építménye és kitalálójának a műve, aki erdélyi származású, és nagy örömmel tölt el minket, hogy ezt Galgahévízen be tudjuk mutatni Önökkel. Tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit, és engedjék meg, hogy köszöntsem vendégeinket, Szabó István urat, a Pest vármegye közgyűlés elnökét, valamint Terjék József urat, aki Pest vármegye kulturális szakreferense, és amit majd hallani fognak tőle, és egyben fel is kérem, hogy ő legyen a következő. Pest vármegye tárogatón való himnuszánként emlegetjük ezt az éneket, ami a saját szerzeménye, és ő tette ezt közzé itt nálunk Pest megyébe. Majd utána tisztelete felkérem Szabó István, Pest vármegye közgyűlés elnökét, gondolatait oszta meg velünk a kiállítással kapcsolatban.
Polgármester úr, művész úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm, hogy a közösségük befogadta ezt a koronát. Habár ez egy másolat, hiszen maga a Szent Korona az a parlamentben van. És az egy az interregnum, amit Magyarországon volt, hogy 70 éven keresztül nem lehetett igazán beszélni róla, vagy nem volt illdomos beszélni róla, hogy mi is a Szent Korona, ennek azért vége van. És kezdjünk el beszélni róla. Azért örültem annak, hogy Elekes Gyula művész úr, Székely udvarhelyen van a műterme, és egészen különleges tűzománc dolgokat készít, és ő megalkotta ezt a korona makettet. És azért örültem ennek, mert rengeteg információ van rajta, rengeteg történet kapcsolódik hozzá. És ahhoz, hogy egy ilyen dolgot megismerjünk, ahhoz történeteket kell róla mesélni. A Szent Korona az nem egy ékszer. Az egy szakrális tárgy, hiszen a magyar királyokat 1000 éven keresztül csak általa lehetett királlyá koronázni. Aki nem volt méltó rá, vagy nem volt módja, hogy ezzel a koronával koronázzák meg, az hiába lehetett trónörökös, hiába lehetett megválasztott király, mégsem lett az. Volt olyan királyunk, akit kvázi háromszor kellett megkoronázni, hiszen a koronázás alapfeltétele volt, hogy az Fehérváron történjen, az esztergomi érsek helyezze a király fejére, és ezt a bizonyos Szent Koronát. És Károly Róbert királyunknak ez harmadszorra jött össze, hogy mind a három attribútum rendelkezésére állt. És nem csak egy koronázási ékszer, hanem a Szent Korona az a magyar államiságot jelképezte. A magyar királyságot jelképezte. És az uralkodó az csak végrehajtója volt annak, amit a Szent Korona át képviselt számára. És a Szent Korona fogta össze a magyarságot, a magyar királyság részeit, a magyar, a csatlakozott országrészeket, hiszen Horvátország Perszolán Unióban volt Magyarországgal, és ez közel 1000 éven keresztül tartott, ez a Perszolán Unió. Tehát ez nem csak egy ékszer, nem csak egy fantasztikus történelmi ereje, hanem ez a mi múltunk. És én azt kérem önöktől, hogy ezt a gyerekeiknek, az unokáiknak is meséljék el, mondják el, hogy miért volt ez fontos. Ez tartott meg bennünket itt 1000 éven keresztül ebben a kicsit húzatos Kárpát-medencében. És én azt gondolom, hogy a továbbiakban is ez adhat nekünk erőt azokhoz a küzdelmekhez, amik itt még várnak ránk a következő időszakban. Én kérem önöket, hogy hozzák el a gyerekeiket, az unokáikat, és meséljenek nekik erről a Szent Koronáról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök úr szavait megköszönve, és az ő szavai hallatán eszembe jutott egy még nagyobb megtiszteltetés, mint hogy itt van ez a korona makett. 2001-ben az Országházból való elszállításkor a Galgahévízi Hagyományőrző Együttes keretében és a bizottságban benne voltam, amikor Esztergomba került
át a Szent Korona. Igazán közelről és nagyon megtisztelő és megható élményben volt részünk, így Pintér képviselőasszonyra nézve, mert ő is ott volt akkor velünk. És tényleg csodálatos, amikor az ember visszagondol arra, hogy a pici és felszentelt Szent Koronánkat most itt Galgahévízen lehet látni, ha csak Makedben is. Folytatjuk egy picit műsorunkat. Kurkó József művész úrral, aki a Thália Színház és az Új Színház színésze, erdélyi származású, fogadják nagy szeretettel, és az ő műsorát követi majd a Turai Énekmondók éneke. Látom fakul a nép a régi ház falán. Jön egy új ezer év, mondd, mit hoz, mit talál. Hol a szabadító remény, a szép az új világ, miről annyit álmodtál. Szegény Magyarország, fentől zúdul a szó, piszkos szürke ár. Haragos gyanakvó, ki lenne, amiben jár. Hol a szabadító remény, a rég várt új világ, miről annyit álmodtál. Szegény Magyarország, itt élt s remélt apánk, míg a szíve megszakadt, itt tudolt ágyunknál. Anyánk egy régi dalt, s ha mentünk bárhová, mindig ránk talált a vágy. Hang, mely a távolból visszahív hozzád. Miért félsz, a holnap úgyis a tiéd? Annyi szenvedés után él a nép. Itt él, és benned látja a reményt. Szíve bármilyen nehéz, csak téged félt. Mert igazat jót, a múlt csak itt tanít. Ez a nyelv, ez a sors, a lelkünk közt a híd. Hol a szabadító remény, a szép az új világ, miről annyit álmodtál. Szegény Magyarország, miért félsz, a holnap úgyis a tiéd? Annyi szenvedés után él a nép. Itt él, és benned látja a reményt. Szíve bármilyen nehéz, csak téged félt. Szegény Magyarország. Dicső István, nagy királyunk, téged ics föld magasztal. Téged tisztel kis országunk, első szent urának val. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, hitét, kincsét, mindenét. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, hitét, kincsét.
magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye, szent hitünk alapja, népünk édes atya, Szent István király. Ezer évet éltünk, testet éltünk, hogy még áll országunk, te voltál istápunk, Szent István király. Elhajolt fényt vesztve, mert hűtlenek lettünk, téged elfeledtünk, Szent István király. Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, sok rajtunk az ínség, te légy a segítség, Szent István király. Kinek felajáltad drága szép hazánkat, kérd az Isten anyját, tárja felénk karját, Szent István király. Tekints ránk az égből, szentek seregéből, bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áld meg, István király. Bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áld meg, Szent István király. Tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjel át. Vezess még egyszer, győzelemre néped, Csaba királyfi, csillag ösvényen, maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek harcának zajló tengerén, feljünk az árnyaj, százszor elborítja. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek harcának zajló tengerén, feljünk az árnyaj, százszor elborítja. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Nagy tisztelettel köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és részt vettek ezen a megnyitó ünnepségen.
kívánom mindenkinek, hogy tisztelettel tudja megnézni. A kiállítás egész februárban nálunk lesz, tehát tüzetesen végig lehet nézni. Én is szintén kérem óvodát, iskolát és mindenkit, akit csak lehet, tekintse meg ezt a kiállítást, hiszen érdemes végignézni, hogy eddig mi történt életünkben, és elgondolkozni azon, hogy vajon hogyan tovább. A köszönet mellett ne menjenek még el, szívesen várjuk Önöket egy állófogadásra a polgármesteri hivatal nagytermébe, mindenkire vonatkozóan. Köszönjük a részvételt!